A nyári szünet nem mindenki számára pihenőidő. Városunkban is több olyan szakosztály működik, ahol ilyenkor van a legtöbb verseny. A sportolóknak ebben az időszakban kell a legtöbbet dolgozni. Sportkörökben mindenki tudja, hogy egy igazolt versenyzőnek soha nem a nyaralás, a strandolás az első, sokkal fontosabb számukra a felkészülés és a jó szereplés, amivel természetesen városunk hírnevét is öregbítik. Kígyós Keán is ebbe a körbe tartozik. A 11 éves tollas labdabajnok férfias bátorsággal és bölcsességgel ült kameránk elé. Reményei szerint cirka 10 év múlva ő is szoboszlói olimpikon lesz. Kígyós Keán nevét nem csak Hajdúszoboszlón ismerik. A fiatal tehetséges sportoló sorra nyeri a hazai versenyeket, és egyre több érmet hoz a külföldi tornákról is. Keán az egész nyarat végigegyzette, és versenyről versenyre utazott. Volt olyan hónap, hogy egyáltalán nem volt Hajdúszoboszlón. Volt Opátiában egy, meg Noviszádon. Opátiában vegyes párosban első lettem, és egyéniben is. Noviszádon meg harmadik lettem egyéniben. Számoltad már, hogy hazai vagy külföldi verseny a több? Nem. Nem számít. Minden esetre elmondhatjuk, hogy neked nem volt nyári szünet, ugye? Folyamatosan voltak a meccsek. Nem. Egyfolytában edzés, meg verseny. Hogy bírja ezt egy kisfiú? Lehet ezt bírni, könnyen. A Kígyós családban mindenki sportol valamit. Édesapja szinte mindegy, milyen ütőt fogott a kezében, szép eredményeket ért el. Az apai példa pedig hatással volt mind a négy gyermekre. Keán 3 éve a teniszütőt cserélte tollasra. Amikor hazajöttünk Spanyolból, akkor még ugye teniszeztem, és mondták, hogy Szoboszlón van ilyen tollaslabda, és kipróbáltam, és így ezt jobban megszerettem. És a teniszt abba hagytam. A szoboszlói kisfiú igazi versenyző típus, és azt is tudja, hogy minden fejben dől el. Az erőnlét, állóképesség és tökéletes technikai tudás mellett a lélektani hadviselés minden verzióját alkalmazza a meccseken. Amikor elkezdődik a meccs, egyből el kell húzni pár ponttal, hogy az ellenfél kicsit idegesebb legyen, hogy megijedjen, hogy nekem azzal sokkal jobb érzés, mintha ő ment volna el. Tehát lélektani hadviselés, és utána mi a következő pont? Utána meg megnyerni a meccset. Mi történik akkor, hogyha az ellenfél nem vevő a terrorra? Akkor próbálok mindenfélit, amit csak tudok ellene kihasználni. Tehát akkor majdnem, hogy inkább fejben dől el, mint az ütővel? Igen, legfőképp fejben. Na de azért az se baj, ha vissza tudod ütni, vagy ha olyat tudsz adni, amit ő nem tud visszaadni. Igen, azért fontos, hogy el is találjuk a labdát. Ezt a teljesítményt heti 4 dupla edzéssel és szinte minden hétvégén egy-egy meccsel lehet elérni. S persze, mindeközben helyt állni az iskolában. Próbálom, amikor van egy kis szabad időm, azt se tévézni meg játékokra, hanem tanulásra. Ez a magyar bajnoki kupa, de ez ugyanaz, csak ez a vándorkupa. A tanulásban legtöbbet édesanyja segít. Mondja, hogy menjek be a szobába, tanuljam meg. Ha megtanultam, akkor kijövök is, elmondom, hogy mit tanultam meg. Ha jó, akkor készen van, és lehet bármit csinálni, tévézni vagy játszani, ha már minden kész, de ha nem, akkor vissza, és megtanulni. Keán azt mondja, édesanyja apukája helyett is szigorú. Mindenben sokat segít, de a meccsekre pár éve nem pakol. Imre Be az edző szerint azt már önállóan kell csinálni egy versenyzőnek. Anya már nem pakol, azt már magamnak csinálom, de szeretem, ha ott van, mert buzdít, ha ott van mögöttem a meccsegen. Erre az van írva, hogy Life is a game, badminton is a rise. Ez azt jelenti, hogy az élet egy játék,
A tollas labda az komoly. Jelenlétére azonban nagy szükség van, ezért anyát néha egy kabala pótolja. Egy kabalám van csak, az a mindig a törölközőmbe teszem, és ott van ugye mindig mellettem, pálya mellett. És ezt szabad tudni, hogy micsoda? Hát egy kicsi pulzsartó, amin szöveg van tollassal kapcsolatosan. Kitől kaptad? Anyától. Keánnal edzés előtt találkoztunk, s mivel feltűnt, hogy szobájában feltűnően kevés az érem, megkérdeztük, hol gyűjti őket. Szavak helyett inkább megmutatta, hol van legjobb helye a szépen csillogó trófeáknak. Remélem, ő is látja, hogy ezt nyertem. Mindig már bennem van, hogy ahogy megnyertem, már hozzuk is ki. Keán édesapja Kígyós Gábor, több sportágban is sokszoros bajnok. Fia rá szeretne hasonlítani. Ugyanolyan akarok lenni, mert büszke vagyok rá, és a példaképem. Ooh.